A győriek elmondják erről a véleményüket ma, én meg majd hétfőn. A választás másnapjára ígérte a miniszterelnök, hogy elmondja a véleményét a szexbotrányba keveredett és korrupcióval vádolt Borkai Zsoltról. A győri polgármester kedden bejelentette, hogy kilép a Fideszből. Orbán Viktor végül a kormánypártok Balaton-Almádiban tartott frakciaülése előtt a Hír TV-nek beszélt a Borkai ügyről. Én nekem nem dolgom, hogy egyetlen magyar állampolgár vagy bármely politikus magánélete fölött is pálcát törjek, de egy kötelességem az volt és van. Én vagyok ennek a közösségnek, a Fidesznek az elnöke, és világossá kell tenni, hogy bizonyos dolgok nálunk nem férnek bele. A miniszterelnök szerint Borkai Zsolt azért nem mondott le, mert akkor a győrieknek nem lett volna választási lehetősége. Abban az esetben, hogyha Borkai Zsolt nem indul el a győri polgármester választáson, akkor a győriek előtt nem lett volna választási lehetőség. Borkai Zsolt kedden azt mondta, ki akarja tölteni az 5 éves mandátumát, és a kormánypártok támogatásával fog dolgozni. Közösen a győriekkel, és természetesen együtt, közösen a Fidesz-KDNP frakcióval. A Fidesz frakcióvezetője nem adott egyértelmű választ arra, hogy miért támogatják kívülről Borkai Zsoltot. Arra a kérdésre, hogy szabtak-e feltételeket hozzá, Kocsis Máté azt mondta, ez a győri közgyűlés dolga. Nincsen Borkai Zsolt fölött semmilyen utasítási joga már a pártnak, és azt gondolom, hogy ő miként tud a győri közgyűlésben döntéseket elfogadtatni, az a győri közgyűlésre tartozik, nem a Fidesz frakcióra. Kocsis Máté utalta arra, hogy Borkai Zsolt nem önként távozott. Az egy udvarias megközelítése a dolognak, hogy kilépett a Fideszből. A Momentum aláírásgyűjtést indít Győrben, hogy a közgyűlés oszlassa fel magát, és írjanak ki új választást. Ezzel a Fidesz becsapta az embereket, ez egy kamu kilépés igazából. Ugyanúgy a fideszes közgyűlés támogatni fogja Borkai Zsoltot. Az MSZP szombat délutánra újabb tüntetést hirdetett a győri városháza elé, Viszlát Borkai címmel.